Sziasztok! Újra itt a szemeszter. Júniusi adásunkban elviszünk titeket egy új diáklaboratóriumba, megismerhetitek a civil technikákat, és a hónap kérdése rovattal is jelentkezünk. Tartsatok velünk! Szereted. Ahol a tudomány megszereted. Ezen címszólat vehették birtokba a fiatalok a régió új természettudományos fellegvárát. A Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre gyakorló gimnáziumában átadott új laborba 18 iskola diákjai kapnak lehetőséget a kísérletezésre. Az izgalmas feladatok megkedveltethetik az olykor száraznak tűnő tantárgyakat. Az újonnan átadott Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium minden szempontból megfelel a 21. századi oktatás követelményeinek. Az új infrastruktúra kialakítása a Szegedi Tudományegyetem által elnyert támogatásból valósulhatott meg. A diáklaboratórium létrehozásának egyik fő célkitűzése a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés. Az avatóünnepségen Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is hangsúlyozta, milyen nagy jelentősége van a gyakorlati oktatásnak. Az egész magyar oktatásban szükség van arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek a jelenségekkel, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek, mert manapság a fiataloknak egy jó része már se tudja, hogy mitől van meleg otthon. Azt hiszi, hogy attól, hogy a falon elcsavar valamit, a termosztátot állítja, és fogalma sincs arról, hogy mi történik egyébként. A laboratórium átadása kapcsán Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a kísérletközpontú oktatás fontosságáról tartott előadást. Egyetemi oktatóként azt tapasztalta, hogy az az oktatási forma, amely a szaknyelv átadására nagyobb hangsúlyt fektet, mint a megértésre, többet árt, mint használ. Ne tanítsunk tudáslátszatát keltő szaknyelven sem. Ugye ez az a történet, amikor a vizsgázó hallgató elkezdi nekem mondani, hogy a másodperc, mi a másodperc definíció, hogy mondja a cézium 133-as izotóp, de hiperfinom átmenetének, itt szoktam letenni, kollégina, tetszik tudni, hogy mi a hiperfinom átmenet? Azt mondja, hogy hát azt mondja, hogy pontosan nem. Mondom, akkor ne arról tessék beszélni, mert neki nincs értelme. Azt mondja meg, hogy hogy működik egy atomóra. Az meg, hogy mi a hiperfinom átmenet, az tökéletesen mindegyik szempontjából. Bor Zsolt akadémikus, az iskola egykori diákja is részt vett az avatóünnepségen. A Tehetség természetrajza című előadásában kiemelte, hogy a tehetségek felkutatásának mekkora hatása lehet egy ország helyzetének fellendítésében. Egy ország működik, abban sok ember dolgozik fegyelmezetten, de attól még nem fejlődik. A fejlődés mindig mindössze néhány kiemelkedő képességű egyén teljesítményétől függ. Ezek a tehetségek, és ezeket a tehetségeket kell kiválogatni, ami meglehetősen nehéz feladat, ugyanis a különlegesen tehetséges gyerekeket nagyon nehéz megkülönböztetni például a kezelhetetlen rostcsontoktól, csak legjobb tanárok tudják ezt megtenni. Olyanok, mint a gyémántcsúszolók megtalálnak egy gyémántot, és abból brilliáns csiszolnak. Ezek a tehetséggondozó tanárok, és én úgy gondolom, hogy ez a laboratórium egy olyan hely lesz, ahol a tehetséggondozás magas színvonalon fog folyni. Az ünnepség után az érdeklődőket körbevezették a laboratóriumban, ahol a Ságvári Endre gyakorló gimnázium diákjai érdekes kísérleteket mutattak be. A mágneses égtanával kapcsolatos furcsaságokat mutatunk be, és ez ehhez kapcsolódó kísérleteink vannak, ahol megmutatjuk a mágneses kölcsönhatás erejét és az áramirányát, feszültséget állítunk elő. Félig egy oldathoz, annyi félig kettő oldatot teszünk, hogy melyik kék színnel feloldódjon a csapadék. Utána hozzáadjuk a glükóz oldatot, majd elkezdjük melegíteni, és részkiválást tapasztalunk. A 18 partneriskolából túlnyomó részben, mindegy 15-16, ha jól emlékszem, az általános iskoláknak a száma, Mórahalomtól Orosházáig, a környékről szinte minden településről vannak partneriskoláink, és itt
az eddigi tapasztalatok alapján is már mondhatom, hogy nagyon nagy lendülettel és nagyon nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadják az itteni lehetőségeket és kísérleteket, és hihetetlen módon együtt lehet velük dolgozni. Olyan öröm volt azt látni, hogy boldogan csinálták, és amikor elmentek, na ez is jó volt, na ez is tetszett, azt mondták, és hát ez az embernek öröm. Úgy gondolom mindenképpen hasznos. A föld alatt lévő vízzáró és víztartó rétegeket modernizálja ez a szerkezet. Most akkor egy kis sósavat fogok először löszreönteni. Ha megnézzük, ugye a lősze sósav hatására egy kicsit bezseg. Ha maga ilyen kavicsos talajra öntjük ugye a sósavat, ott megnézhetjük, hogy nincs semmilyen reakció. Ha a dolomitra öntjük, akkor enyhén bezseg, nem annyira látványosan, viszont a mészkőt heves pezsgéssel oldja. A labor kitűnő telepet biztosít a diákoknak, hogy a gyakorlatban is kipróbálhassák tudásukat. A természettudományos oktatásban a legnagyobb probléma ugyanis éppen a megértés hiánya. A gyerekeknek a nukleonok, a kvark szerkezetéről kezdünk el beszélni, akkor azt mondják, hogy hát biztos mond valamit, mert jár a szája, de úgy egyébként nem nagyon értik, hogy miről beszélünk. Nagyon fontos az, hogy csak olyat magyarázzunk el nekik, amit képesek megérteni, amit nem érti meg, akkor azt éppen olyan zagyvaságnak tartja, mintha kínaiul elmondanák neki egy verset. Először tanítsuk meg magyarul, és akkor utána élvezni fogja József Attila verseit, de ha nem tanítjuk meg magyarul, akkor hangokat fog hallani, de ez gondolatokat nem fog közvetíteni nekünk. Aki mesterszakra vagy PhD képzésre jár, a tudományos életbe is belekóstolhat. A Neveléstudományi Intézetben a fiataloknak sok lehetőségük van arra, hogy kutatási eredményeiket a szakmabelieknek is megmutassák. Erre tavasszal egy konferencián és egy workshopon is alkalmuk volt. 2013. áprilisában 11. alkalommal gyűltek egybe Szegeden pedagógiai értékelés szakemberei egy nemzetközi konferencián. A három nap alatt elsősorban a pedagógiai értékeléshez kapcsolódó empirikus kutatásokat, innovatív értékelési módszereket, a pedagógiai értékelést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatokat, pedagógiai kísérleteket, innovatív oktatási módszereket, illetve azok eredményeit mutatták be. A pedagógiai értékelési konferencia ötletgazdája és főszervezője a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete, Neveléstudományi Doktori Iskolája és Oktatáselméleti Kutatócsoportja. A konferencia arra is lehetőséget biztosít, hogy a fiatalok kellő tapasztalatot szerezzenek akár előadóként, akár szemlélődő résztvevőként. Előadóként rendkívül lehetőség meghallgatni akár a világ különböző pontjairól ide érkezett előadókat, például az Oxfordi Egyetemről érkeztek ide hozzánk. Más körülmények között rendkívül nehéz lenne ilyen színvonalas előadásokat megtekinteni, tehát elutazni külföldre, nekünk nem nagyon van lehetőségünk. Én az OTDK-n egy olyan témában kutakodtam, ami igazából az online számítógépes játékok induktív és deduktív gondolkodás fejlesztő hatásait vizsgálta. Igazából ebbe negyedik osztályos tanulókat iskolai környezetben vizsgáltam, kísérleti és kontrollcsoportot hasonlítottam össze, hogy voltak, akik játszottak az általam bemutatott játékokkal, és voltak, akik nem, és két hónapon keresztül játszottak a tanulók, és azt hasonlítottam össze, hogy fejlődnek-e az induktív vagy a deduktív gondolkodásukban, és meglepően pozitív eredményeket kaptam, szignifikánsan fejlődtek mind az induktív, és mind pedig a deduktív gondolkodásukban a gyerekek. A konferencia másik megmutatkozási lehetősége a poszterfal. Most 6 magyar nyelvű poszter mutatkozott be. 3 készítettük, itt a bemutató kollégám, tehát Asztalos Katát, Kis Renátát és én magamat, Török Dímát.
amit vizsgáltunk, a zene és az olvasási képességeknek a kapcsolatát. Ezen belül is azt vizsgáltuk, hogy a fonológiai tudatosság, mint ez a kognitív terület miképpen hat, vagy miképpen kapcsolódik a zenei képességekhez, és a szakirodalomban azt találtuk, hogy mint a zenei diszkriminációs képességek, vagy a zenei diszkrimináció előrejelzi mind az olvasási képességet, és ebben a kognitív területet is, a fonológiai tudatosságot is. Mi volt a célunk? Az volt a célunk, hogy egy olyan online tesztet fejlesszünk ki, amit kisiskolások körében is alkalmazhatunk, tehát első-második osztályosok körében, illetve feltárjuk ezt a kapcsolatrendszert, tehát mi is a közöttük lévő kapcsolat az zenének és az olvasásnak. Itt a rövid bemutató után azonnal kérdésekkel bombázták az előadót, akinek rögtön reagálnia kellett, megvédve álláspontját, eredményeit. Különböző ütemekben rengeteg redundancia lehet. Tehát az a tendencia, inkább csökkenteni szokták az ütemszámot, viszont a mintanagyságát azt lehet, hogy növelni kell, és a reprezentációt. Ez minden van a szükség, hogy ez csak egy próbamérés volt, mert szerettük volna kipróbálni, hogy hogyan is működnek egyáltalán a tesztek ebben a környezetben, szóval inkább ez volt a cél, hogy kipróbáljuk. Igen, tehát hogy őt a mintanagyságot kell nevelni valóban. Míg a Péken hol magyarul, hol angolul tartották az előadásokat, addig a workshopon már angolul folyt a szó. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy összehozza a számítógép alapú pedagógiai mérésértékelés területén világszerte dolgozó kutatókat, segítse az egyéni és intézeti szinten lévő kooperáció kialakulását, a már meglévő együttműködések erősödését, valamint lehetőséget biztosítson a kulcsfontosságú témák alaposabb megvitatására. Az idei SWE célja a legújabb hazai és nemzetközi technológiai alapú mérésértékelési eljárások áttekintése volt. A Németországból, Luxemburgból, Finnországból érkezett stábokban sok volt a fiatal kutató. So there are a lot of different researchers in different fields, so we get new insights from other people. So it's quite important just to share the knowledge and to know everything, to know new research topics, new research approaches. So for us it's really important, and so we can improve our own research. I think for the young researchers, it is extremely important to have this kind of smaller workshops, because for many of them, and we have seen this today, this is the occasion to have a first contact with a larger audience, and it's just less stressful, I think, if you have such a more limited scope audience where many people know each other. It's just a good environment to start making first experiences in an international context, making first presentations. For many of them, it was first presentation in English that they held today. Itt lehetőség van arra, hogy a kérdéseinket feltegyük, megvitassuk egy sokkal közvetlenebb, informatívabb jelleggel. Azoknak a fiataloknak, akik kutatói karriert képzelnek el maguknak, rendkívül fontos az előadói rutin, a vitakészség megszerzése, az idegen nyelven való megszólalás elsajátítása. Egy-egy ilyen konferencia, workshop kiváló alkalom mindenre. Elsősorban kommunikációs szakos hallgatóknak mutatta be 2012-ben megjelent könyvét Gyurica Péter. A Média Csatatér című kötetben saját tapasztalatait írta le, hiszen jól ismeri a média világát. Gyurica Péter évekig dolgozott a Közszolgálati Magyar Rádióban, alapítója volt a Kereskedelmi TV2-nek, és éveket töltött el az Országos Rádió és Televízió Testületnél. Zsúfolásig megtelt az a szemináriumi terem, ahol Gyurica Péter könyvbemutató óráját tartotta. Nem csak a kommunikáció szakos hallgatókat vonzotta a bemutatott könyv, hiszen mindenki életére hatással van a média, erről is beszélt a szerző. A média ma már a hétköznapi életünket meghatározza, nem tudunk média nélkül létezni. Az információk, amikkel találkozunk, döntő többségét a médiából szerezzük. Hogy ezt internetnek nevezzük, hogy ezt a villamos hirdető felületének nevezzük, egy reklámújságnak nevezzük, egy újságnak, televíziónak vagy rádiónak, ebből a szempontból teljesen mindegy, sőt, lehet ma már okostelefon is, mert abban is már minden ott van. Ez az egész valami maga a média, és ezt nem ismerni, akkor nem tudjuk használni, vagy nem tudjuk, hogy mire lehet használni. A Média Csatatér című könyv a 80-as évek közepétől napjainkig mutatja be a média és a politika alakulását, hatalmi harcokat, a sajtó helyzetét a különböző kormányzati ciklusok alatt egészen 2011-ig.
A kötet teljes áttekintést nyújt az elmúlt 25 év eseményeiről, média és hatalom kapcsolatáról. Van valami erő a magyar sajtóban, ami nap mint nap felszínre hoz olyan produkciókat, olyan produktumokat, amiből mégiscsak arra lehet következtetni, hogyha ezek nyilvánosságot kapnak, és még következményük van, vagy következményük is van, akár politikai következményük is van, akkor azért nem teljesen reménytelen minden. A másfél órás bemutatón ízelítőt kaptunk a média sokszínűségéről, és ahogyan a könyv sem, úgy az előadás sem volt egysíkú. Filmbejátszásokkal tette szemléletesebbé, és elevenítette meg a leírtakat a szerző. Hát amikor mondjuk a Pentagon azt mondja, hogy most az az érdekünk, mert izébe kell még Afganisztánba vagy Irakba küldeni még újabb csapategység, jaj, meg költségvetés tárgyalás lesz, akkor mutassuk már fel, hogy a hőseink és megérdemlik, hogy küldjünk oda sok pénzt, és akkor kiderül, hogy ezek mind nettó hazugságok, vagy baráti tűzben hunyt el, de csinálunk belőle hőst, mert most arra van szüksége az országnak. Szó esett Orson Welles Világok harca című rádiójátékáról is, amelyben elhitette az emberekkel, hogy marslakók szállták meg a Földet. Ezzel hatalmas pánikot keltett az Egyesült Államokban 1938-ban. Nem csak a rádióhallgatók gondolták, hogy valami nagy baj van, és akkor itt a kutatásaimból idézek. A konkurens NBC rádió csatorna egyik főnöke számon kérte saját hírszerkesztőit, hogy maradhattak le a nagy sztoriról. Örök vita, 100 éve zajlik ez a vita, hogy megtanítható-e az újságírás, vagy nem. A kíváncsiság az vagy jön belülről, vagy nem, az nem tanítható meg. Azonban bizonyos gyakorlati ismeretek megszerzése nélkül nehezen boldogulnának a pályakezdő médiaszakos hallgatók. Ha különbözőek az operatőrök, lehet, hogy az egyik ilyen plánban gondolkodik, a másik olyanban, hogy az egyik riporter ezt szólaltatja meg, a másik egy másikat szólaltat meg, de ha ugyanazt a szöveget veszik föl, lehet, hogy az egyik riporter az egyik elemet veszik ki arra körülbelül 10 másodpercre, a másik pedig egy másikat. A jelenlévők sokat tanultak az elhangzottakból, amit a későbbi munkájuk során kamatoztatni tudnak. A szerző megígérte, hogy a könyv folytatását is személyesen mutatja be a Szegedi Tudományegyetemen. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és a Fidesz első embere. 1988. Orbán Viktor 23 éves, a rendszert váltani akarók táborának tagja. Elbert Márta Civil Technikák című filmje a mai miniszterelnök és a mai Fidesz első lépéseit örökíti meg. Szegedi politológus és kommunikációszakos hallgatók nézték meg és elemezték a filmdokumentumot a rendezővel egy fórumon. Az én merítésem szerint ma az egész magyar társadalomban egyfajta kopás jellemző. Tehát kopik ez a társadalom, több értelemben is kopik, elkopott az ideológiája. Nincs ideológia. Uralkodó ideológia semmiképpen nincsen. Elkapott a szociális rendszer. Ha megnézzük, akkor most jön a munkanélküliség problémája, az új munkahelyek teremtésének a problémája, a fiatalkori munkanélküliség, stb. És elkaptak a politikai intézményrendszernek a elemei is. Elkapott a KISZ, szerintem elkapott a párt, és rengeteg más politikai intézmény elkapott. Orbán Viktor beszéde a fiatalokhoz 1988-ban. Most, 25 évvel később, mi Elbert Márta filmjéből nézhetjük vissza ugyanazt a beszédet. Rendes diktatúra volt még 1988-ban az egypártrendszerével, az itt lévő több tízezer orosz katonával és ágyújaival, és stb. Stb. Tehát ez egy elég nagy dolog volt végül is, hogy a Fidesz megalakult. Tehát, hogy lett a KISZ-nek, a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek egy alternatívája az ifjúság számára. Ez a film a Fidesz megalakulásáról szól, és pontosan erről, hogy valakik mertek az egypártrendszer keretein belül is, vagy a diktatúra keretein belül is egy alternatív ifjúsági szervezetet létrehozni. Mit kíván a magyar nemzet? Tényleges sajtó, szólás, lelkiismereti, oktatási és társulási szervezkedési szabadságot!
bemutatása az 1988. augusztusában Balatonszárszon volt, egy ilyen óriási nagy sportcsarnokban, ahol hát nem erre számítottak, mert az is egy kis rendezvény volt, és ezt ott levetítettük. Természetesen ott voltak a Fidesz akkori vezetői is, és hát ennek akkor egy nagyon komoly visszhangja volt, mert ugye bemutatott egy olyat, amiről nem tudtak az emberek, mert ugye a televíziók nem közvetítették, hogy megalakult egy új párt, vagy egy új szakszervezet, vagy egy új alternatív bármilyen egyesület. És hát ott ez egy nagy durranás volt, hogy elkészült egy ilyen film. Kommunikáció és média szakos egyetemi hallgatóként nagyon érdekes volt látni egyrészt azt, hogy az akkor nálam alig idősebb fiatalok milyen politikai életet éltek, másrészt azt is, hogy 25 évvel ezelőtt a filmkészítésre milyen technikák álltak rendelkezésre. Ma el se lehet képzelni, hogy akkor mi volt, mert ugye akkor egy pártrendszer volt, egyfajta filmgyártás zajlott, ami csak állami keretek között működhetett, és tulajdonképpen a videó feltalálásával lett ez a szabadságjog, hogy az emberek, ha meg tudtak szerezni egy videó felvevőt, vagy egy lejátszót, akkor tudtak filmet csinálni. De ez valami olyan kezdetleges volt, amit ma el se tudunk képzelni. Az a politikai rendszer, ami nem hajlandó tárgyalni, ami nem hajlandó társadalom megszerveződő erőivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrányos kés, amikor rálőnek. Az egész társadalom ragyogni kezdett. És hát azért ennek látjuk így az inverzét most, hogy úgy mindenki végig kell nézni egy busz vagy egy villamos utassa közönséget, és látjuk, hogy hát azért nem a felívelés zajlik, mint a 25 évvel ezelőtt. A vizsgaidőszakban rengeteg energiát elvesztünk. Hónapkérdés rovatunkban megkérdeztük a hallgatókat, vajon ők mire esküsznek. Csoki, energiétal, esetleg kávé? Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a hallgatók milyen praktikákkal élik túl a vizsgaidőszakot, és hogyan lazítanak egy-egy vizsga után. Szia, milyen túlélési technikád van a vizsgaidőszakra? Hát igazából tanulás, de most nagyon kevés vizsgám van, csak kettő, úgyhogy így szétosztottam őket egy-egy hétre, és akkor egy kicsit tanulok, aztán egy kicsit olvasok, pihenek. Keveset aludj, és minél több kávé, bár én nem kávézom, és nem is teázom, valahogy mégis túlélem. Én sportolni szoktam, és akkor ezáltal levezetem a feszültségeket. Tulajdonképpen annyi, hogy a reggeltől estig tigbe tanulok, és az estéket meg a barátnőmmel törtöm. Szabad időnkben elmenjünk éjszakai fürdőzésre, futás, kikapcsolódás, konditerem néha. Sokat kell olvasni, meg kell próbálni logikára fölépíteni az egészet, mert hogyha nem, akkor teljesen bukta lehetőséget. Nagyon sok alvás igazából, meg nyugodt lélek, és ezzel együtt meg érdemes előtte bejárni órákra. Többségében energiát szoktam inni, meg sok csokit. Próbálok minél többet aludni igazából. Meg energiaital kávé. Sok csoki, sok alvás. Jut-e idő ilyenkor a szórakozásra, kikapcsolódásra? Nem. Nem igazán. Nagyon sok vizsgánk szokott lenni, és nehezek is általában. Én jó magam, csak így zenéket szoktam írni, ilyen zeneszerkesztő programban. Nem vagyok zenész, de amúgy szoktam így hobbi szinten csinálni. Zenehallgatás és olvasás. Hát attól függ, hogy hogyan sikerül megcsinálni ugye egy vizsgát, vagy mennyi az a tananyag. Mert akkor lehetséges, hogy egy 3 napot kell tanulni, de utána lehet megint egy 3 napot bulizni. Nézek egy kis sorozatot, vagy bármit kaja közben, aztán nekem az is szórakozás igazából, nem feltétlenül kell folyamatosan ezt tanulnom. Igazából ez kettős, mert hogyha megbukok, az is általában csak inspirál arra, hogy még többet tanuljak a következőre. Ha meg sikerül, akkor meg nincs kérdés, mert igazából akkor a sikerélmény miatt már csak könnyebb tanulni. Tulajdonképpen kevés az a másik hónapot így végignyomom, és akkor utána meg majd jön a nyár, megyünk nyaralni, és ilyesmi lesz majd kikapcsolódás. Általában vagy olvasok valami regényt, általában krimit, mert az úgy elvonja a figyelmemet, vagy a barátaimmal vagyok. Hát próbálok mindenek valami sportolni, vagy futni, vagy konditerembe elmegyek. Ugye akkor beszélek csoporttársaimmal, és akkor hogy ezt együtt csináljuk, közben pár tételt átbeszélünk. Mi
Mivel pótolod az elvesztett energiákat, mit eszel iszol ilyenkor? Sok gyümölcsöt, vitaminokat, még jó tanács, hogy ginzen kapszulákat szoktam szedni. Én nem szoktam se energiaitalozni, néha egy kis csoki vagy nasi az úgy befér. Max több csokit eszek, vagy több édességet, de úgy nem szoktam változtatni nagyon az étrendemen. Betartom azért a napi háromszoros étkezést, nagyon sok zöldséget eszek, gyümölcsöt is ráadásul, meg igazából húspárti vagyok, szóval számomra nincs olyan kaja, ami nem tartalmaz húst. Csokina, ez nagyon finom. Kávét ezt nem nagyon szeretem, de szerintem a kóla az még valami szinten a koffein tartalma tud pótolja. Kávézni nem szoktam, az nálam nem szokott hatni. Én energiát szoktam inni igazából, meg bármi nem ilyen cukros valami, ami úgy azért meghajt, és így felélénkít. Próbálok minél többször enni, megszakítom a tanulást kis szünetekkel. Sportszert az mindig bejön, Twix. Inni meg teát szoktam. Főleg ilyen műzli szeletekben hiszek, mert van benne cukor is, meg méz is, meg mindenféle. A kávét azt nem, és az energiaitalokat se csípem, úgyhogy inkább így a cukros dolgokat. Sokan mondták azt, hogy az édesség segít a koncentrálásban és a tanulásban. Ezért főzőrovatunkban mi is egy nyalánkságot kínálunk. A koleszterin mai ajánlata egy könnyed nyári olasz puding, a panna cotta. Sziasztok, köszöntöm a kedves tévénézőket! Mindjárt itt a nyár, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy igazán nyárias, könnyed desszerttel fogunk indítani a mai koleszterinben. Ennek a neve panna cotta, ami egy tradicionális észak-olaszországi desszert, Piemont tartományból származik, és tradicionálisan vaníliából, bourbon vaníliarútból, tejszínből, magas zsírszázalékú tejjel és cukorral készül. És roppant egyszerű elkészíteni, mert összekeverjük az alapanyagokat, és végül megfőzzük, majd kihűtjük. Hűtőbe rakjuk, és egy 5-6 órára hűtőben pihentetjük, és ezt követően kivesszük, és kipottyantjuk egy tányira, és kész is, és tálalható. Akkor lássunk neki. Először az eredeti bourbon vanília rudat fogom felbontani. Nagyon fontos, hogy ezt használjuk, mert a vanília utánzatoknak igazából nincsen meg az az eredeti karaktere, ami ennek a vanília rúdnak megvan. Határozott mozdulattal csak el kell felezni, és aztán szépen így kihajtani. Aki még nem látott bourbon vanília rúdat, annak lehet, hogy ez egy kicsit bizarr hadműveletnek bizonyul, de szerintem nagyon szórakoztató. És akkor ezek az apró pici magok, amik tulajdonképpen a vaníliának az aromáját adják. Ez erre van szükségünk. És ez egyébként a vaníliának a termése. Említettem, hogy magas, minimum 3,5 zsírszázalékú tejre lesz szükségünk, illetve 30%-os habtejszínre, ami lehetőleg friss legyen. Ebből, hát mivel én most egy kis adagot csinálok, ez durván 2 főre lesz jó, ezért 300 ml-rel dolgozok. Hozzáadunk még 1 deci tejet. És akkor ezt felrakjuk főni. Ez más néven ilyen vanília, illetve tejsodóként is ismert. És körülbelül 4 deka cukrot teszünk hozzá. Hogyha valaki édesebben szereti, akkor persze lehet többet. Illetve a vanília rúd mellett én egy pici vaníliás cukrot is teszek hozzá, hogy még vaníliásabb legyen. Ebből nem kell sok, mert elég intenzív. És végül belemehet a kikapart vanília, és ilyenkor, hogy ne vesszen kárba, belerakhatjuk főzés közben a vanília rúdnak a külső részét is. És akkor ezt addig főzzük, amíg fel nem forr. És ha bár az eredeti recept az nem írta bele a citromhéjat, szerintem nagyon megdobja a vaníliás teljes dolgokat, hogyha egy pici citromhéjat reszelünk bele. Úgyhogy ezt nyugodtan belereszelhetjük közvetlenül a tejszínes teljes sodónkba. Hát körülbelül ehhez a tejmennyiséghez egy olyan fél citromhéja elég lesz.
ha közepes lángon is főzzük a teljes dolgot, nagyon könnyen leéghet, úgyhogy gyakorta kavarjuk meg. Én úgy látom, hogy ez már nagyjából felford, és isteni az illata, úgyhogy el is zárhatjuk. És akkor nem kell más hozzá, mint lapzselatin, amelyet a nem túl forró sodunkba belerakunk. És akkor ez köszönhetően a modern konyha technikának pár pillanat alatt feloldódik benne. Azért alapos kavargatást igényel, vigyázzunk rá, hogy ne csomósodjon össze. Jó, látom, hogy nagyjából feloldódott. És akkor egy durván 20 percre kirakhatjuk hűeni, és hogyha nagyjából langyosra hűlt, akkor pedig edénkékbe öntjük, és mehet a hűtőbe. Ó, tökéletes, úgy látom, jó az állaga. Az a lényeg, hogy kocsonyás legyen, akár egy kemény puding. Akkor, hogyha kivettük a pannakottát a hűtőből, akkor egy extrém mutatvány következik, ugyanis ki kell potyantanunk a tányérra. És akkor most lehet, hogy én kudarcot vallok, de azért megpróbálkozok vele. Így. Hát nem lett a legdekoratívabb, de ti biztos ügyesebbek lesztek. A pannakottának az a lényege, hogy önmagában is nagyon finom, de nagyon megdobja, hogyha egy kis savanykás lekvárral, dzsemmel, vagy akár házi készítésű citromöntettel tálaljuk, és szép is lesz tőle. És akkor nyugodtan így mellé lehet pakolgatni. Jelen esetben házi rebarbara és körtelekvár kombinációját használom. És ahogy látszik, a kis apró vanília pontocskák is ott vannak, és ez jelzi, hogy valódi bourbon vanília rúddal dolgoztunk. Jó étvágyat hozzá! Mai műsorunk véget ért. Észrevételeiteket és véleményeiteket várjuk az stmmediatanszék@gmail.com e-mail címre. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk, akkor is tartsatok velünk, viszontlátásra! Sziasztok!